Január 17-én a Ludovika FCM csapata legyőzte a Vasas csapatát a Ludovika arénában, egy nagyszerű győzelmet alatva. Angyal Nikolett, Hegedűs Janka, köszöntelek titeket itt a vonalban. Mi is köszöntünk. Szuper, ugye 54-42 lett a mérkőzés állása. Én itt azt mondtam a felkonfban, hogy ez egy nagyszerű győzelem, ami magát a győzelmet, azt tényleg azt meg lehet erősíteni, de hogy ez egy igen alacsony kosárszámú mérkőzés volt. Ez minek lehet köszönhető, lányok? Hogy érzitek? Elsősorban én arra gondolok, hogy a Vasasban is van egy kis edzésmunka, meg meccsek is. Bennünk is volt egy egész hetes edzésmunka, így azért a hétvége fele kicsit nem megfáradva, de azért kicsit fáradtan mentünk neki a meccsnek, és talán ez látszódott, hogy a meccs vége fele kimaradtak a dobások emiatt. Ugye pár hete is, még 19-től visszanézve pár hete is játszottatok a Vasas ellen, azt ott nem sikerült őket megverni. Miben voltatok jobbak talán ahhoz a mérkőzéshez viszonyítva? Erre akkor én válaszolok ugyanúgy. Úgy mentünk a pályára most, hogy nem lehet kikapni. Természetesen akkor is úgy mentünk a pályára, csak akkor nem sikerült a győzelem. Mivel nem volt olyan nagy rotációnk, sok húzó ember a végére sajnos nem mentek be a dobások ugye a fáradtság miatt, de ez most már nem játszott. Ezt a meccset úgy voltunk vele, hogy meg kell nyerni. Én személy szerint nem hiszek annyira az újévi fogadalmakban. Nektek, lányok, volt bármilyen jellegű fogadalmatok itt az év végét bezárólag? Most akkor ezt kezdem, ilyen igen, nekem például egy olyan fogadalmam volt, de amúgy őszintén én se hiszek ebbe, hogy minél többet tudjak spórolni ebbe az évbe, és saját lábra tudjak állni. Nekem igazából csak ennyi volt. Janka, neked? Én személyiségi fejlődésen szeretnék keresztül menni, szeretnék türelmesebb lenni többek közt, pályán és pályán kívül is, így az életben. Nagyon szuper. A játékotokban valami célkitűzésetek esetleg van, így a jelenlegi közeljövőre tekintve? Természetesen minél jobbnak lenni, minden edzésre úgy oda menni, hogy akkor a 100%-ot nyújtja az ember, és természetesen meccsen is. Tehát ez nem változott, úgy gondolom, hogy egy profi sportolónak ennek nem, ezt nem kell megfogadni, hanem ez így van. Igazából nekem még annyi, hogy felszabadultan tudjak játszani a pályám. Abszolút, nagyon fontos ez is. Azt, lányok, ti is említettétek, ugye, hogy a rotációval küzdötök, egy-két nehézségekbe ütköztetek ugye a játékosok cseréjének kapcsán. Ugye talán ebben majd segítséget nyújthat az új játékosotok, James. Hogyan tervezitek beépíteni őt? Itt most talán lesz erre 3 hetetek is, ugye egy afféle pihenőként. Mik a tervek az ő beépítésére? Hát ez természetesen edzőtől függ, hogy neki mik a terveik. De sokat 5-0-ázunk, próbáljuk beépíteni a csapatba, megmutatni neki a figuráinkat, hogy mik a védekezésünknek az alapjai. Tehát, hogy ezeket kell megmutatni neki, hogy ismerje a rendszerünket. Itt, ha már említetted, Janka, a védekezés, még tavaly évvégén volt egy két-két csatás lányjal egy interjúnk, ugye Barbival és Bőröndi Vivivel, Angyal Barbival és Bőröndi Vivivel, és ott említettétek, talán beszéltek így is, hogy ugye a védekezésre külön kiemelt hangsúlyt fektettek itt a közelmúltban. Mennyire haladtok jól ezen az úton? Hát szerintem ez a Vasas meccsen is látszik, hogy nem engedtük őket sokat dobni, és szerintem az, hogy kommunikáció legyen a védekezésünkben, az nagyon fontos, mert az nem mindig van meg, és azért ez az ellenfelet tudja kicsit így leépíteni, hogy vagy ugye elveszik azon bizalmukat a játéktól, meg a támadástól, hogyha mi folyamatosan beszélünk és kommunikálunk egymással védekezésben. Ugye, ha jól tudom, akkor február 13-án lesz a következő meccsetek a Sopron-Beszkit ellen. Mire kell figyelnetek, kiemelten figyelnetek ezen a mérkőzésen majd? Ugye egy euróligás szintű csapatról beszélünk. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az lesz, hogy magabiztosan kell játszani, azt csinálni, amit tudunk, és mindent beleadni, és megnézni, hogy jövünk ki a meccsből. A nézőknek előre is egy kis kiszólásom lenne, hogy
szurkoljunk együtt majd a csatának, és kövessék figyelemmel a csata Facebook oldalát, ahol a mérkőzésnek majd a linkje minden bizonnyal fel lesz töltve. Lányok, még egy záró kérdésre maradt időnk. Ugye nem vagytok NKS-ek, de sok időt töltetek itt a véget, ugye itt edzetek itt a csarnokban, a Ludovika arénában. A véget, hogy lassan lezárul a felvételi jelentkezés, miket tudnátok üzenni a gimnazistáknak, hogy miért érdemes talán az NK-t választani? Hát igazából szerintem az új közösség megismerése az nagyon fontos, és tök jó lehet, hogy új embereket ismersz meg. Egy új közösség, egy új hely, és egy gyönyörű helyre, jegyzem meg, tudnának jönni ide a tanulók. Én annyit mondanék, hogy én azért megfordultam sok helyen és országban is, és ez eléggé kiemelkedő létesítmény, ahol tudnak tanulni a diákok, mind a sport szempontjából, mind tanulás szempontjából, és mind kollégium szempontjából. Lányok, köszönöm szépen az interjút, és még egyszer sok sikert az elkövetkezendő mérkőzésre, és további mérkőzésekre is egyaránt. Köszönjük szépen! Kedves nézők, lányokat pedig hallhattátok, bátran jelentkezzetek az NK-re, ha még nem tettétek, a következő adásban találkozunk. Viszontlátásra, sziasztok!